Két világnézet, két erő csapott össze tegnap a parlamentben, erre jutottak az elemzők a tegnapi ülésszak nyitányát elemezve. Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc testesíti meg a két világot. Szakértők szerint egyértelművé vált, hogy a baloldalt Gyurcsány Ferenc vezeti, sőt úgy tűnik, Gyurcsány Ferenc már el is döntötte, hogy a DK továbbiakban nem kér a többi baloldali párt feltételeiből. Hiszen beszéde során többször is egyértelműen leszögezte, hogy egy a felesége Dobrev Klára vezette kormányt tud csak el. Képzelni. Nem akarunk visszamenni oda, ahová Magyarország ellenségei terelni akarnak bennünket, vissza a Gyurcsány korszakba. Jelentette ki a miniszterelnök az őszi ülésszakot megnyitó beszédében hétfőn a parlamentben. Orbán Viktor kifejtette, nem szeretné, ha visszatérne az a korszak, amikor nem itt Budapesten, hanem Brüsszelben és Washingtonban döntöttek Magyarország sorsáról, és minden stratégiailag fontos gazdasági szektor többségében külföldi tulajdonban volt. Szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya. A többi ellenzéki frakcióhoz hasonlóan a DK elnöke is reagált a miniszterelnök beszédére. Gyurcsány Ferenc nem teketóriázott, rögtön kiterítette a lapjait. Új kormány kell, szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya kell. Míg korábban, több választási kampányban már-már bohózatba élő színjáték keretében keresett közös miniszterelnök jelöltet a baloldal, mostanra úgy tűnik Gyurcsány Ferenc a többiek megkérdezése nélkül eldöntötte, kinek kell vezetnie a balliberális oldalt. Ehhez új kormány kell, egy szociáldemokrata kormány, Dobrev Klára kormánya kell. Egy percen belül háromszor is elmondta ugyanazt. Szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya. Új kormány kell, szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya kell. Ehhez új kormány kell, egy szociáldemokrata kormány, Dobrev Klára kormánya kell. Szeretném világosítani, hogy szerintem Magyarország nem szeretne újabb Gyurcsány korszakot, akárhogy is hívják. Viszontválaszában így reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette, 2010-hez képest Magyarország erősebb lett. Magyarország nem kér még egyszer abból a korszakból, amiből csak hosszú évek kemény és verejtékes munkájából tudta kiküzdeni magát. Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök vitájától volt hangos az ülésterem. Két világ csapott össze a parlamentben, mondta az M1-en az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Tóth Erik rámutatott, a kulcs szó a szuverenitás volt. A következő egy évben az egyik legnagyobb politikai csata a tekintetben lesz, hogy hogyan lehet Magyarország nemzeti szuverenitását, amelyet 2010-et követően szisztematikus munkával sikerült helyreállítani, megőrizni, megerősíteni, és a különböző politikai ellenfelekkel szemben a magyar nemzeti érdeket minden esetben érvényesíteni. És én úgy látom, hogy az őszi parlamenti szezon is pontosan erről fog szólni, ennek a két víziónak a csatározásáról. Elemzők rámutatnak, a saját maga sorsát kezében tartó magyar állam eszménye és egy globalista, kiszolgáltatott Magyarország alternatívája csapott össze hétfőn a parlamentben, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc szócsatájának képében.